A mai magyar identitás egyik legfontosabb eleme az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Schwarzwölder Ádám történész a Karcafemen arról beszélt, hogy a több mint 170 évvel ezelőtti események a mai napig sok mindennek adják az alapját. Azok a kollektív magyar történelem megkerülhetetlen részét képezik. A Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár munkatársa példaként hozta fel, hogy akkor kezdett kialakulni a magyar nemzet mai formája is. Ismertette, akkoriban a lakosság kevesebb, mint 40%-a volt magyar ajkú, a nemzetiségek pedig más véleményen voltak a nemzetről. Addig ugyanis Magyarországot a legtöbb nyelven a Hungária megnevezéssel illették. A latin forrásokban is, meg a külföldi nyelven is, hogy a Hungary, a Hungária szó, az alapvetően benne volt, hogy ez egy több nemzetiségű állam. És ugye a hungarus tudat, egyfajta szolidaritás, egyfajta patriotizmust is jelentett ehhez az államalakulathoz, függetlenül attól, hogy ki milyen nyelvű. Itt ugye a közös történelem, a közös múlt, ez egyfajta összetartozás tudatot teremtett ebben az országban. Ugye a 19. század előtti belső konfliktusok azok nem elsősorban népek közötti konfliktusok voltak, hanem különböző társadalmi csoportok, vagy vallások, rendek, közötti konfliktusok, és ezt a fajta viszonylag harmonikus együttélést omlasztja fel a 19. században a modern nacionalizmusnak a megjelenése, amely ugye a korábbinál sokkal fontosabb jelentőséget tulajdonít a nemzethez való tartozásnak. Schwarzwölder Ádám kifejtette, a vita abban állt, hogy a nemzetiségek a német nemzet fogalmat ismerték el, ami etnikai, nyelvi, kulturális közösségben határozta meg egy állam alapjait. Míg a forradalom vezető egyéniségei, így például Kossuth Lajos is, a francia nemzet fogalmat hangoztatták, vagyis hogy az állam területe számít, az ott élők egyöntetűen magyarok, bármilyen nyelvet is beszéljenek.